A tetejezésnek hívjuk azt, amikor a virágzatot eltávolítják, tehát ami rajta van, a virág eltávolítja. A kacsmentesítésnek pedig az, ami a levél hónaljából jön, ezt nevezzük kacsnak. Tóth Sándor dohánytermelő mutatja a kamerának, hogy a dohánytörés mellett milyen más teendőik vannak az ófehértói dohányültetvényen dolgozó munkásoknak. Hajnali 5 órakor kezdődött a műszak az itt dolgozók számára, akik a dohány betakarítása mellett arról is gondoskodnak, hogy a növények virágainak és új hajtásainak eltávolítása révén még erősebbé és jobb minőségűvé váljanak a dohánylevelek. Most egy olyan 2 héttel hamarabb kezdtük a betakarítás. 2 okból, egyrészt azért, mert hogy hamarabb jött a tavasz és a betakarítás kezdete, másrészt meg azért, mert tehát nem olyan jó évnek nézünk elé, legalábbis mi, mert kipusztult egy olyan 10%-a a területünknek, és úgy gondoltuk, hogy hamarabb elkezdjük a betakarítást, tehát azt, amit az előző években, ez a porlevelet, a legalsó leveleket nem takarítottuk be, most úgy gondoljuk, hogy betakarítjuk, hogy mindent meg kell menteni, mert úgy előre láthatóan kevesebb lesz a termés. A csapadékos időjárás és a termőterületek egyenetlensége miatt belvíz alakult ki az Ófehértó közelében lévő táblákon, amely azonnal tönkretette a termést. Tóth Sándor az idei évet illetően egy közepes termés átlagban bízik. Itt ezen a területen a francia Virginia fajtájú dohányt termesztik. Magyarországon a dohánytermesztés 80-85%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében koncentrálódik. Az országban 2 levélfajtát termesztenek, a mesterséges szárítású Virginiát és a természetes szárítású Burley dohányt. Ezeknek az aránya az országos termésből 85% Virginia, 15% a Burley. A termőterületekre azt lehet mondani, hogy az idei évben egy nagyon pozitív dolgot tapasztaltunk, egy 5%-os növekedés van a országos szinten a tavalyi évhez képest. Néhány termelő korábban, akik kiszálltak a dohánytermesztésből, visszatért a dohánytermesztésbe, és számunkra ez nagyon kedvező dolog, hiszen ezzel megállt az a csökkenés, ami évek óta jellemezte ezt az ágazatot termőterület szintjén. Bízom benne, hogy ez a pozitív folyamat tovább fog folytatódni, és hát nyilván ebben több dolog is szerepet játszik, azt gondolom, hogy gyengélkednek az egyéb szántóföldi kultúrák, de ami ettől sokkal fontosabb, hogy a kormányzat kiemelten támogatja a dohánytermesztést, és emellett a felvásárlók is az utóbbi 2 évben gyakorlatilag megduplázták a felvásárlási áraikat. Bár az energiaárak a 2 évvel ezelőttihez képest mérséklődtek, a dohánytermesztés költségeire befolyással van a minimálbér emelkedése is. A dohánytermesztők általában márciusban vetik el a dohánymagokat, ezt követi a palánta nevelés május közepéig, amelyet a szántóföldi szakasz követ. Jellemzően július közepén kezdik a betakarítási munkálatokat, amely szezontól függően október közepéig is eltarthat.